Mi, akik 1956 után születtünk, ízig, vérig ennek a rendszernek vagyunk a gyermekei. Annak a rendszernek, amely nem csak a jövőbeli jólét esélyétől fosztott meg bennünket, hanem kis hián kipusztította belőlünk a tiltakozás, a védekezés, önmagunk megszervezésének képességét, sőt, azt a képességet is, hogy el tudjunk képzelni egy más világot, mint amelyikbe beleszülettünk. Nekünk kell olyan helyzetet teremteni ebben az országban, amikor az uralkodó párt nem tehet mást, mint amit megígért. Nem tehet mást, mert elvesztette minden olyan eszközét, amellyel visszaránthatna bennünket a diktatúra sarába. Én nem hiszek, a diktatúrát bevezetni képesek, és az esetleges diktatúrát majd elszenvedni kényszerülő készfogásának őszinteségében. Én abban hiszek, hogy közös akarattal képesek vagyunk békés úton visszavezetni Magyarországot 1848 eszményeihez. Én abban hiszek, hogy mi képesek vagyunk békés eszközökkel megfosztani a pártállamot a diktatúra visszavezetésének minden eszközétől. Éppen ezért mi nem követelhetünk kevesebbet, mint szabad választásokat. Követelnünk kell egyenlő gazdasági és jogi feltételeket a politikai szervezetek működéséhez. Ki kell zárnunk minden pártszervet a munkahelyekről. Le kell bontanunk a nomenklatúra rendszert. És végezetül ki kell zárnunk minden pártszervet a hadseregből és a rendőrségből. Nekünk kell feloszlatnunk a munkahelyeket. Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek egyszer nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő ereje és bátorsága ahhoz, hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot. Céljaim máig nem változtak. Ma sem engedünk 48-ból, így nem engedhetünk 56-ból sem. Azok a fiatalok, akik ma az európai polgári demokrácia megteremtéséért küzdenek Magyarországon, két okból hajtanak fejet a kommunista Nagy Imre és társai koporsói előtt. Mi az ő sorsukból tanultuk meg, hogy a demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlen. Nem jár senkinek köszönet azért, mert ma már működhetnek politikai szervezeteink. A magyar politikai vezetésnek nem érdeme, hogy a demokráciát és szabad választásokat követelőkkel szemben, bár fegyverei súlyánál fogva ezt megtehetné, nem lép fel Lipengéhez, Pol Potéhoz, Jaruzelszkijéhoz, vagy éppen Rákosijéhoz hasonló módszerekkel. Esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el mindazt, amit az 56-os forradalmárok véres harcokban, ha csak néhány napra is, de megszereztek a nemzet számára. Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Sose voltam erre hatatlanul magamtól. Mindig is volt egy ilyen kicsit skizofrén hajlamom, hogy én képes voltam teljesen kívülről szemlélni magamat. És mindig is elég kegyetlen voltam, meg vagyok is magammal szemben, tehát én időnként meg is megnézem, hogy most mit csináltam, és akkor, hogyha kiderül, hogy ez nincsen készség, akkor nem erőltetem a dolgot. Hogy büszke voltam arra, hogy felvettek a kézbe először is, nem kellett ilyen kilián próbát tennem, mert ugye kiváló úttörő volt, és azokat egyből átveszik, ez egyből egy jó érzéset töltött el. Úgy éreztem, hogy ez teljesen helyén való dolog is így. Gyakorlatilag egy kultúrálatlan. Tehát ahonnan én jöttem, annak a milliónek nincsen semmifajta speciális kulturális tradíciója. Egy ilyen alkalmazotti,
réteg, tehát a parasztsághoz sincsen igazából semmi köze a pálmékat, vagy nem volt, de ott tartottunk, tehát a tevékenység megmarad, a paraszti kultúráról már régen nem volt szó a faluba, a munkás kultúra semmi nem volt, tehát nem tudom megnevezni, hogyha be kéne valami hagyományos sorolás szerint illeszteni a magamat, hogy milyen polgári kultúra ugye elősen jön. Egy vagy kettő srácot közöttünk, aki idősebb volt, vagy egy, csak egyetlen egy, a Simicska Lajos volt. Ő is volt a legokosabb egyébként közöttünk. Egyet, akik azt mondják, hogy ebben az országban semmit sem szabad folytatni úgy, ahogy az most folyik. Nem szabad, hogy folytatódjon az elszegényedés, nem szabad, hogy folytatódjon a korrupció és a közbiztonság romlása. Mindenképpen változtatni kell. A változásnál mindig azt kell mérlegelnünk, hogy a változás az ország polgárainak érdekét szolgálja-e vagy sem. Ha pedig valaki az álláspontját változtatja esetleg, ott pedig azt érdemes mindig nézni, hogy vajon előnyére vált-e ez, vagy nem? Én nem akarom a miniszterelnök urat természetesen. Ilyen megjegyzésekkel zavarni. De én nekem nem az volt az önök kormányának működése során, vagy az ön személyes döntéseinek a során a mérce, ami alapján véleményt formáltam az ön döntéseiről, hogy változott-e, vagy nem. Mert azt gondoltam, hogy voltak olyan változások, amelyek az ország érdekét szolgálták. Tehát én úgy hiszem, hogy mindannyiunk közös érdekét szolgálta az, hogy önök ma már az Európai Uniót támogatják. Jó. És nem a KGST. Úgy gondolom, hogy az ország érdekét szolgálja, hogy vége van a Varsói szerződésnek, és most már a NATO felé. Én ezt egy jó dolognak tartom. Tehát én ezt nem robom föl, nem kifogásolom. Nem hiszem, hogy csak azért, mert változás történt, ezt robására kellene írni akár önnek, akár a pártjának, akár az önkormányának. Úgyhogy a változásokat is mindig érdemes a jövendő lehetőségei, a jövendőre hordozott és szóló ígéretei és lehetőségei szempontjából nézni. Úgyhogy én minden változást, ami történt, és történni fog majd még a Magyar Szocialista Párt programjában, vagy akár a mi programunkban, azt én mindig ezen a szemüvegen keresztül fogom nézni. És meg... A tőzsdére látogatott az elnök úr a napokban, és ott azt nyilatkozta, hogy fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában. Vele kísérletben lévő Varga Mihály képviselő pedig azt mondta, nincs szükség fordulatra. Legalább belül döntsék el, hogy mire van szükség. Másik, egyetértek, hogy a szükséges változtatásokat végre kell hajtani. De nagyon kérem a Fideszt, akármilyen pozícióban lesz feltehetően ellenzékiben. Nagyon kérem a Fideszt, hogy ne tekintse az embereket kísérleti nyúlnak, vagy tengeri malacnak. Az embereken nem szabad kísérletezni. Nem szabad csak a változtatás kedvéért változtatni. Ezt kérem. Ami pedig az Európai Uniót és a NATO-t illeti. Azt hiszem a világ tudja, és ezt nem kell külön hangsúlyozni, hogy ki kezdeményezte Magyarországnak a csatlakozását az Európai Unióhoz, és ki kezdeményezte a csatlakozását a NATO-hoz. Azt hiszem, ezt a világ tudja, gondolom, a Fidesz is megismerheti ezeket a tényeket. Például az arra vonatkozó intelmei mindenképpen ilyen tudásnak számítanak, hogy nem szabad embereken kísérletezni. Ezt a tanácsot megfogadjuk, miniszterelnök úr. Elnök úr, az elmúlt jó néhány hétben sok helyütt fordultam meg az országban. Tudja, van ez a nemzeti konzultációs rendezvénysorozat, amelyen megpróbáljuk megtudni az emberek véleményét 6 fontos kérdésben. És ilyenkor az ember sok száz emberrel beszél, talán sok ezer is beszéltem már. Több tucat településen is megfordultam. És az a probléma, amiről ön beszél, szinte mindenhol előkerült. Azt mondták az emberek, hogy kívül érzik magukat az ellenzék meg a kormánypártok vitái. Nem róluk szól, távol van tőlük. És találkoztam egy emberrel, aki nagyon érdekes dolgot mondott, és szerintem jó válasz arra, hogy az ön félreértését eloszlassuk. Azt mondta, hogy ő azt vette észre, hogy ma a politikában három igazság van. A kormány igazsága, az ellenzék igazsága, meg az emberek igazsága.
És a kormány meg az ellenzék igazsága mögött számok vannak, az emberek igazsága mögött pedig valóság, a valóságos élet. Ezért nem vagyok híve annak, hogy ahogyan ön szeret fogalmazni ilyen háborús retorikában, hogy párbaj, háború, tehát hogy ilyen számháborút folytassunk, hanem azt javaslom mindenkinek, hogy ha most ott ülnek a televízió képernyők előtt, és el akarják dönteni, most akkor végül is kinek van igaz, akkor hallgassanak saját magukra, az emberek igazságára. Ha van módjuk, vegyék elő a 2002. évnek, még kormányváltás előtti utolsó sárga csekét, amin befizettek mondjuk gázt vagy villanyt. Aztán vegyék elő a legutóbbit, ha megvan még. Mennyi fizettek be most ugyanerre? Aztán, ha még megvan, akkor a régi nyugdíjszelvényüket, vagy fizetési szelvényüket vegyék el, és tegyék a mostani mellé. És ebből meg lesz a kép, milyen helyzetben van a magyar gazdaság. Ugyanis én nem hiszek abban, hogy ön eldöntheti, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van. Akárhány hirdetést ad föl, így a kirobbanósik, bármennyit. Én sem, és ön sem lesz abban a helyzetben, hogy mi döntsük el, hogy a gazdaság jól megy, vagy rosszul. Ugyanis a gazdaság akkor megy jól, és kizárólag akkor megy jól, ha az embereknek is jól megy. Én nem hiszek olyan gazdaságban, ami állítólag jól megy, de az embereknek közben rosszul megy. A gazdaság működésének egyetlen értelme, hogy az emberek előre juthassanak, boldoguljanak egyről a kettőre. És arra gondoltam, hogy hozok is három javaslatot. És párba helyett inkább munkát kérek öntől. És arra kérem, hogy ezt a három javaslatot fontolja meg. És ha lehet, akkor ebben a három javaslatban egyezzünk is meg. Ez három olyan javaslat különböző területekről, amelyekben meg tudnánk egyezni szerintem. Elolvastam és meghallgattam önnek több hozzászólását is, amely a tervezett adó átalakításokról szól. Megengedem, most a részletekben nem szeretnék belemenni, csak egyetlen dolgot emelnék ki. Szerintem abban az esetben, hogyha az áfa emeléssel kezdődik az adórendszer átalakítása, akkor hibát követünk el. Arra kérem önt, hogy korrigáljuk ezt a döntést. És az áfa csökkentés valójában a gazdagok érdekét szolgálja. Ez könnyű belátni, hiszen minél többet fogyaszt valaki, annál több áfát fizet. Tehát az áfa csökkentés nem segíti a szegényeket a gazdagokkal szemben. Nem ezt tőle, ahogy ön szokott fogalmazni, igazságosabb az adórendszer. És ha igaz, hogy 166 milliárd forintot szánt erre a célra, akkor azt javaslom, hogy kövessük, vegyünk egy balkanyart. Csökkentsük a legkisebb keresetű bérből és fizetésből élő embereknek az adóterhét. És hogyha a 18%-os adókulcsot lehozzuk 13%-ra, az körülbelül olyan 160-170 milliárd forintba fog kerülni. És biztos, hogy nem a gazdagabbakat, hanem a szegényebbeket fogja támogatni, a kiskeresetű bérből és fizetésből élőket. Ráadásul Megyesi Péter egy olyan választási programot hirdetett meg még 2002-ben, amelyben éppen ezt ígérte, hogy a személyi jövedelemadónak az alsó kulcsa az 13% lesz. Szerintem most ezt megtehetnénk. Ez az első javaslat, amiben szeretnék egyetértésre jutni önnel. Ráadásul ezeket pontatlanul és olyan módon, hogy alapot adjon arra, hogy töpörödik és zsugarodik. De zavarba hoz másért is. Nézze, elnök úr! A politikus igazi teljesítménye nem az, hogy mit mond ellenzékben. A politikus igazi teljesítménye, hogy mit tesz, amikor kormányon van. Márpedig ön, amikor kormányon volt, akkor nem tett adócsökkentést. Megígérte az adóreformot 2000-re. Majd amikor nem tette meg, akkor elmagyarázta ön és a kormány, hogy ezt még nem lehet megtenni. Amikor ellenzékben volt, akkor pedig most pár hónappal ezelőtt benyújtott egy adócsomagot a kormánynak. Az az adócsomag tökéletesen ellentét annak, amit most mond. Egy hónappal ezelőtt, június 6-án, én azt nyilatkozza, hogy hát az egykulcsos adónak a híve, annak az egykulcsos adónak, ahol ugyanannyit fizet a gazdag is, és a szegény is. A parlamentnek benyújtott adócsomagjában egyik legerősebb elem a 25%-os adókulcs leszállítása nem 20-ra, hogy mi mondjuk, hanem 18-ra. Ráadásul most 900 milliárd forintot akartak egy lépéssel a költségvetésből, áfa csökkentéssel együtt. Én azt mondom, hogy elnök úr, önnek egyébként igaza van, ezek népszerű javaslatok, én belátom. És belátom azt is, hogy kell valamit mondani a kormány mostanában. Népszerű vagy észre? Népszerű. Valamit kell mondani a kormány adócsomagjára, de el kell dönteni, hogy mikor mit higgyünk el.
nép érvényt szerez az akaratának, de nincsen választás. A legkisebb vagy legrosszabb, ami történhet egy kormány szempontjából, hogy előrehozott választás lesz. A kormány szempontja ez nem mindig a legrosszabb, a mai kormány szempontjából belefér. Ez inkább akkor jobb volna, mint rossz. De a mai kormány biztos nem örülnének neki, mondjuk előrehozott választás lesz. De ha nem, meg egyáltalán ki fogja ki, és milyen eszközökkel kikényszeríteni az előrehozott választást. De ha nem erről beszélünk, akkor miről? Népfelkelésről? Vagy miről beszélünk? Hát még egyszer mondom, szerintem senki nem vindikálhatja magának azt a jogot, hogy előre megmondja az emberek helyett, hogy ők mit fognak tenni, vagy mit tegyenek. Majd tesznek, amit jónak látnak. Hát. Én csak azt tudom mondani, hogy mindig olyat tegyenek, ami belül marad. A békesség, az erőszakmentesség határán, és ami magyar demokráciát erősíti. De azon belül mindent bátran tegyenek meg. Tehát én nem abban a fölfogásban gondolkodom, ami engem az egypárt rendszerre emlékeztet, hogy az ember ül otthon egyik vagy másik párt híveként, és várja, hogy valamelyik párt ezért megmondja neki, hogy mit kell tenni. Tehát én az egész rendszerváltásban nem azért vettem részt, hogy ezentúl ne egy párt, hanem kettő meg három mondja meg ezt, hanem azért, hogy az emberek végre autonóm módon eldöntsék. Igaza van, de szerintem ugyanilyen veszélyes az, hogyha a legnagyobb magyarországi párt elnöke folyamatosan elhúzgálja a mézes madzagot az emberek orra előtt. De nem tudom pontosan milyen mézes madzagra gondol, szerintem az, hogy ez a választás lesz. De ez még egyszer mondom, madzag. A választás, ezt föntartom, arról szól, hogy az emberek eldöntik, hogy számukra a fontos kérdéseket tekintve az ország erre vagy erre az irányba haladjon. De ebbe belebukhat a kormány? Hát ezt nem tudom megmondani, nem zárhatjuk ki. Ön szerint belebukhat? Szerintem nem. Egy népszavazásban miért bukna bele? Hát akkor egy véleményt megint ismerünk. És az ön véleménye? Én azt gondolom, hogy bármi megtörténhet a népszavazás után. A találkozónak konkrét gazdasági okai is vannak. Egyrészt a két ország között jelenleg érvényes gázszerződés 2021-ben lejár. Másrészt a magyar kormány régóta lobbizik a paksi beruházás szerződéseinek és a hitelkonstrukciónak az újratárgyalása érdekében. Ismét Magyarországra érkezik Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal szerdán Budapesten. A két vezető már sokat szorra találkozik Orbán Viktor 2010-es kormányra kerülése óta. Orbán Viktor tárgyalt a kínai állam és kormányfővel, a mongol miniszterelnökkel, valamint a török elnökkel is. Tések során hazánk megkapta a kínai Exim Bank finanszírozási ajánlatát a Budapest-Belgrád vasútvonalra. A beruházás összértéke 550 milliárd forintra tehet. A hitelajánlat pedig a projekt 85%-ára vonatkozik. Életemben sok gonosz dolgot cselekedtem, atyám. Nagyon sokat. Mások nyomorúságán. Sok millió dollárt kerestem. A főnökök főnökének hívt. Megbánott bűnei. Álmaim vannak. Nagyon rossz álmaim.